A ponthatárok kihirdetésével ismét megélénkül az albérletpiac. A szakértők szerint augusztus második hetében nőhet meg jelentősebben az érdeklődők száma. Ekkora ugyanis kiderül, kinek sikerült bejutnia a kollégiumba, és kinek kell másképpen megoldania a lakhatást. Most jelenleg az átlagára 140 ezer és 250 között van, ez elhelyezkedéstől függően, felszereltségtől függően, és nyilvánvalóan az ingatlan nagyságától függő. A legtöbben továbbra is az egyetem közelében lévő ingatlanokat keresik, de népszerű a belváros, Nádorváros, illetve Szigeteleje is. A közelségnek azonban ára van. Spórolni azzal is lehet, ha többen költöznek be, mert így megoszlanak a költségek. A tapasztalatok szerint még mindig sokan választják ezt a megoldást. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében azonban van valami, amire a bérlőnek és a bérbeadónak is érdemes odafigyelnie. Az a tanácsom az albérletköltözőknek, meg a tulajdonosoknak is, hogy mindenképp kössenek a albérleti szerződést, tisztázzanak le jó néhány dolgot, többek között azt, hogy hogyan lehet ezt a szerződést felmondani, milyen közüzemi költségek merülhetnek fel az albérleti díjon kívül, ez nagyon fontos, mert ugye a rezsit is a bérlőnek kell fizetni. Hegedűs Sándor szerint annak, aki megteheti, érdemes az ingatlan vásárláson is elgondolkodnia. Jó alternatíva egyébként Győrben jó befektetés ingatlant vásárolni. Ugye az ingatlanárak azok folyamatosan emelkednek. Egyébként, hogyha valaki 5 évben gondolkozik, most költözik ide és megtehetik, akkor ez is lehet egy jó döntés, mert a törlesztő részlet sem lesz magasabb, mint az albérleti díj nagy valószínűséggel. Nem Győr a legdrágább a vidéki egyetemi városok között. Az egyik ingatlan közvetítő cég adatai azt mutatják, hogy a listavezető Debrecen, ahol 195 ezer és 245 ezer forint között mozognak az árak. A legolcsóbb Miskolc, itt átlagosan havi 90 ezer, 110 ezer forintot kérnek el egy kiadó lakásért.